Ahogy említettek, Knézy Jenő a mérkőzés elején bizonyára önök is látták, kedves nézők, hogy a csapatok fehér pólóban jelentek meg. Szurkolj, ne háborúzz, ez az aktuális szlogán, és azt hiszem, hogy időszerű szlogán. Két vezérszurkoló, Sütő János az MDK részéről, illetve Karsai Ferenc, akit hipposként és önök a Ferencváros részéről. Én arra lennék kíváncsi, és kezdjük a házigazdákkal, hogy mennyire szlogán ez, és mennyire betartható kérés, úgymond a szurkolóktól. Hát én azt hiszem, ez intelligencia kérdése, hogy mennyire tartják be az emberek ezt a... És hát, mint lehetett látni, ugye itt a Ferencvárosi szurkolók egyszer elkezdtek itt rigmusokat zengeni, és ugye az MTK szurkolók ezzel tapsal válaszoltak. És azt hiszem, ezzel minden meg volt oldva. Na most azt azért lehet mondani, hogy a vehemensebb oldal az mindenképpen a Ferencváros, de mit lehet tenni annak érdekében, hogy mondjuk békésebb legyen egy mérkőzés? Igen, én éppen erre akartam kitérni, hogy hát a kollégámnak könnyebb dolga van, mert hát 15 ember tart kordába, én meg 7500-at. Szóval nekünk azért nehezebb. Hát mit lehet tenni? Belülről próbáljuk a szurkolókkal megértetni, hogy bizonyos dolgok a csapat hátrányára vannak, és hát ezzel próbáljuk motiválni őket afelé, hogy hát valóban ilyen a komolyabb randalír az most, meg ezekre lehet lemondjanak. Hallgatnak rád? Hát igen, túlnyomó részben, illetve hát igen. És ha nem? De. Az MTK-nál azért valóban egyszerűbb a helyzet. Az kétségtelen, de tisztálatos véget nem vezérszurkoló vagyok, csak egy lelkes. Természetes. Tehát nyilvánvaló itt azért könnyebb, mert kisebb a szurkoltábor az MTK-nak. És ebből kifolyólag nyilvánvaló könnyebbeket kordában tartani, illetve nem is kell, azt hiszem. Egyébként a mérkőzést milyen? Hát csodálatos, hát élés például bebizonyította, hogy milyen klasszis és a válogatott behelyett. Háromszor megvillant, és abból két gólt rúgott. Ez a gyönyörű egyébként a drukkerekben, hogy miközben ön dicséri a csapatát, a másik oldal nem teljesen így látja a helyzetet. Hát igen, a tibécitek az egy nagyon szerencsés második találattal próbálni. Szóval a mérkőzés vége felé már igazolódtak az erőállapotok, tehát a Ferencváros fölénye most már itt kezdett egyre jobban kifinomulni, tehát nyilvánvaló, de a Illés Bécit talált itt még egy gólt, tehát majd meglátjuk a második fél időben. Így van, és nagyon szépen köszönöm. Hát kedves nézők, láma szurkoló, ugye itt a